az első félidőben azért mondhatjuk azt, hogy a Siófok volt lendületben. Mi történt az első félidőben? Nem tudtatok rá felpörögni a tegnapi Győr elleni meccs után? Igen, kicsit ugye megviselt minket, hogy a Győr nyert tegnap. Jó, persze mi készültünk ugyanúgy a Siófok meccsre, hogy igen, ezt meg kell nyernünk. Nagyon erős játékot játszott a Siófok szerintem, és nehezen vettük fel ezt a tempót, de a végére rendbe jött a mi védekezésünk is, és a támadásunk is szerintem. Igazából számítottam rá, hogy nehéz mérkőzés lesz, bár azt gondoltam, hogy azért nem adunk nekik ennyi előnyt. Az egy kicsit olyan csalódás is volt így az első fél idő alatt. Nem tudom, hogy mi volt az oka, biztos fáradtak voltunk, mert azt gondolom, hogy a Siófok legalább annyira, ha nem jobban volt fáradt, mint mi. Az viszont nagyon jó volt, hogy a végén tényleg fel tudtunk állni elég nagy hátrányból, és aztán maga biztosan nyertünk. Mondhatjuk azt, hogy a Ferencváros erejét mutatja, hogy a második fél időben könnyedén fordítottatok és elmentetek a 3 gólos hátrányból, 4 gólos erőn csináltatok. Igen. Az utolsó erőnket is beleadtuk már a meccsre, meg akartuk nyerni, nagyon meg akartuk nyerni, ugye a tegnapi vereség miatt. Szóval megmutattuk szerintem, hogy igenis ebben a Fradiban sokkal több van, mint mennyi. Hát azt éreztük mi is, hogy ez nagyon kevés egyénileg is mindenkitől és csapat szinten is, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki magába markolt, és azért sokkal jobban küzdöttünk, és talán a technikai hibák száma is sokkal kevesebb volt. Nyilván az aranyérem volt a cél, de ugye a Győrtől kikaptatok tegnap 7 méteresekkel. Ez a bronzérem mennyire csillag szépen a nyakatokban? Hát maga az érem az nagyon szép, de én is mondtam, hogy jobb lenne, hogyha arany lenne. De hát én azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon nagy csatát játszottunk tegnap, és sok sikert kívánok most a Győrnek is. Tavaly ugyanígy 7-es párbajjal mi voltunk jobbak, most ők ilyen az élet megy körbe. Szerintem szépen csillog. Nekünk most fontosabb a jövő heti Bajnokok Ligája és az azután következő meccs, úgyhogy mi arra fogunk készülni most nagyon. Ez a 4-es döntő jó főpróbája volt a hétvégi Rostov elleni Bajnokok Ligája 4-es döntő mérkőzésnek? Igen, azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt. Én a védekezés alatt is éreztem, hogy a Denikkel mik azok, amik nagyon jól működtek, mik azok, amik kevésbé. És én azt gondolom, hogy mindenki le tudta vonni a következtetéseket, úgyhogy bízom benne, hogy tényleg ebből mi csak építkezni tudunk. Igen, kellett ez a két meccs, hogy felmérjük, hogy most hol is tartunk, mert ugye válogatottól jöttünk vissza, szóval a csapatnak is kellett ez a két meccs, hogy jövő héten bele tudjunk vágni a Rostov meccsbe. Hogy érzed, hol tartotok? Van erő a csapatban? Igen, úgy gondolom, hogy van. A jövő héten még csiszolgatunk a hibáinkon, és szerintem a szombatra össze is áll. Eléggé egyben vagyunk. Én azt gondolom, hogy fizikailag is viszonylag jól teljesítünk, úgyhogy félni nem félek tőle. Várjuk már nagyon, és majd meglátjuk, hogy mi lesz.